következőkben a VTT tékvándó válogatótól láthatunk egy kis filmet. Az edzések a Soroksári úti tékvándó akadémia termében vannak. A válogatott vezetőedzője Galambos Bence, a kadett csapatot Néma Norbert, az U11-est Pap András vezeti. Nagyon nagy lehetőségekkel vágtunk neki az új ciklusnak, mert egy nagyon-nagyon jó csapatunk van. A szövetség mindent biztosít, hála Istennek, ami kell ahhoz, hogy egy eredményes időszakot tudjunk majd zárni Párizs után. Szeretnénk két kvótát majd Párizsban, tehát ezek a hosszú távú céljaink. Idén pedig a világversenyekről szeretnénk érmekkel hazajönni majd. Heti 3 válogatott keretedzés van a nem kiemelt időszakokban, amikor nem vagyunk világverseny előtt, illetve a kiegészítő edzések, tehát egy normál válogatott versenyzőnek a heti edzésszáma az a 8-12 között van valahol, világverseny előtt pedig minden nap van válogatott keretedzés, tehát akkor már a csapat szigorúan együtt készül, az pedig az a 12-13 edzés hetente, ami normálisan szokott nekik lenni. A válogatott edzésekre azok járhatnak, akiket eredményeik alapján egyesületük delegál. Szombatonként az U11, a kadett és a junior válogatott is itt edz. A felnőtt olimpiai keret idén két fő versenyre, az EB-re és a VB-re készül. A válogatottal voltam junior Európa-bajnok, U21-es Európa-bajnoki bronzérmes kétszer, felnőtt Európa-bajnok 5. hely, idén készülünk a világbajnokságra, Cancunba. A következő olimpián mindenképpen szeretnék dobogóra állni, és a legjobban egy aranyéremnek örülnék. A klubprogram és a válogatott program össze van hangolva, technikai edzések itt is és a klubomban is, az erőléti edzések, súlyzós edzések azok a Honvédban. Az év jól kezdődött, Józsa Levente 1 arany, 1 ezüst, Salom Omar Gergely 1 arany, Patakfalvi Luca 1 ezüstérmet szerzett olimpiai pontszerző versenyeken. A másodikos koromban kezdtem el a tekvandót a klubomban, és azóta nem tudom elképzelni az életemet nélküle. Számos nemzetközi versenyen vettem részt. Célom a jövőben, hogy akár világversenyen, Európa-bajnokságon, akár olimpián nagyon jól szerepelni és érmeket hozni. Heti edzés rutinom körülbelül 10 edzésből áll össze. 5 vagy 6 alkalmat a válogatottal edzek, a többi alkalmat azt egyénileg. A klubom szerencsére segít mind erőnléti edző szempontjából, mind pszichológus, mind sportdietetikus biztosításában, és ezek mind segítenek az eredményeim elérésében. A tervek szerint idén 5 versenyző szerepel a Grand Prix sorozatban. Salim Omar Gergely, Salim Sherif Gergely, Józsa Levente, Patakfalvi Luca és Füredi Rebeka. Az idei év célja minél több megszerzése az olimpiai ranglista versenyeken, illetve az EB és VB pontszerzés is kiemelt cél, ahol több éremesélyes versenyzőnk indul. Bízunk a válogatottban, szurkolunk! Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!